Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Hajléktalanokat is alkalmaz és segít a Városgondnoksági Székesfehérváron. Április 1-jével 20 ember állhatott munkába, mindannyian teljes munkaidős munkavállalóként. A program célja, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek sikeresen integrálódhassanak a munkavilágába. A Petőfi Park virágágyásait tették rendbe csütörtökön délelőtt a Városgondnokság munkatársai. A csoportban hajléktalanok is dolgoznak, ugyanis április 1-től az országban egyedülálló program indulhatott el Fehérváron. Tavaly novemberben kezdtünk el gondolkodni egyrészt a hajléktalan problémának a megoldásán is, illetve a Városgondnokságnak a munkaerő helyzetének a javításán is. Tehát ez egy kettős célja van ennek a programnak itt a Városgondnokságon. Egyrészt a munkaerő hiánynak a pótlására, egy újabb szegmenst bevonni a munkaerő piacra. Másrészt pedig azért a Városgondnokság működése során, munkája során nagyon sokat találkozik a hajléktalanság problémájával, a hajléktalan emberek utáni esetleg takarítás, az ő társadalmi problémáikkal, és akkor kezdtünk el ezen gondolkodni, hogy mit lehetne tenni. Meggyőződésünk, hogy igazából tartós megoldás akkor tudunk nyújtani a hajléktalan embereknek, hogyha ebből a létből kivezetjük őket. És szerintem aki a munkára alkalmas, ő neki a legeslegalkalmasabb ennek a segítésére az, hogyha a munkát adunk nekik. Ezért kerestük meg a kormányhivatal tavaly novemberbe, nagyon nyitottak voltak, tehát a kormányhivatal direkt erre a programra kidolgozott egy rendszert, kidolgozott egy támogatási rendszert képzéssel, próbaidővel és egy elég szép hosszú foglalkoztatással, nem minimálbér, nem közfoglalkoztatási bérrel, hanem rendes minimálbérrel, tehát 150 ezer forintos minimálbérrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó programot sikerült összerakni. Több mint 40 jelentkező már megfordult ennek a programnak a kiválasztása során, ezt már február végén elkezdtük az első beszélgetéseket, első információs meetingeket tartottunk a hajléktalan szálón, aztán a Városgondnokság telephelyén. Tavaly március, vagy idén március óta már a programnak a mentorát is kiválasztottuk, és a mentor elkezdett dolgozni. Ő már a kiválasztásban, az egészségügyi szűrésen, az egészségügyi üzemorvosi vizsgálatokon is végig részt vett. Jelenleg támogatja a munkavállalóknak, például a banki szolgáltatásoknak az igénybevételére elment a bankunknál, tárgyalt egy kimondottan egyszerűen és olcsón igénybe vehető banki szolgáltatással, bankkártyához jussanak, hogy a fizetésüket bankkártyára kaphassák meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon-nagyon bonyolult feladat, de én azt gondolom, hogy ennek jól kell tudni működni. Tehát, amint mondtam, a 20 emberből, vagy a 40 emberből 20-at választottunk ki, 18-an most is dolgoznak. Az általuk végzett munka elengedhetetlen a városban. Itt egy szociális segítségről, támogatásról nem beszélünk, hanem biztosítjuk. Ráadásul ez azt a lehetőséget adja meg, hogy ezeket az embereket vissza tudjuk segíteni a munkaerőpiacra. Székesfehérvár egy nagyon ipari munkahelyekben gazdag város. Magyarul itt munkavállalóra, munkaerőre mindig is szükség van, és ezért azt a lehetőséget kapják meg ezek az emberek, hogy az állam segítségével a Városgondnokságon keresztül őket vissza tudjuk segíteni erre a bizonyos munkaerőpiacra, és saját megtermelt jövedelmükkel tudják magukat, családjukat eltartani, tudjunk adott esetben a lakhatásukban is a jövőben segíteni, és közben egy nagyon fontos, a város számára fontos és hasznos munkát végezzenek, azaz a saját maguk megbecsülése is azt gondolom, hogy erősödni tud ezen program keretében. Ugye ez most 20 hajléktalant érinthet, ebből már 18 fő dolgozik is itt a Városgondnokságnál, és biztos vagyok abban, hogy közülük nagyon-nagyon sokan a végén ebből a programból úgy tudnak kijönni, hogy a munkaerőpiacon is megállják majd a helyüket. Én bízom benne, hogy hosszú távon a Városgondnokságon, hiszen a zöld területi arány folyamatosan nő a városba, a közparkok aránya folyamatosan nő, ezeket gondozni, ápolni kell, ehhez munkaerőre van szükség, szakképzetlen, majd szakképzett munkaerőre. Úgyhogy ezt a lehetőséget kapják ezt meg. De még egyszer, ez egy szociális támogatásként induló, de nagyon is egyébként az egyént tartalmi segítségben részesítő foglalkoztatási program. Fontos terület, folyamatos nő a parkok száma, a parkosított zöld területek száma, aránya a városon belül. Ezt gondozni kell, ez egy nagyon emberigényes feladat és tevékenység, tehát egy nagyon hasznos munkára tudjuk őket ennek a programnak a keretében segíteni. Fehérvár polgármestere arról is beszélt, hogy bérlők kijelölési joggal is tud segíteni Székesfehérvár a munkába állt hajléktalanok lakatásához.
A próbaidő 3 hónapig tart, ezután a program résztvevői elvégeznek egy parkfenntartó gondozóképzést, amely szakmunkás bizonyítványt ad. Teljes munkaidős foglalkoztatásban dolgoznak, minimálbért kapnak és kafetériát. Amennyiben megállják a helyüket, a program végeztével, azaz 2 év elteltével is állandó helyet biztosít a városgondnokság számukra. A Városgondnokság 5 brigádba szervezi a parkfenntartó létszámát, több mint 150 ember dolgozik Székesfehérvár parkjainak a gondozásában. Ezekben a brigádokba, egységekbe, csoportokba egyenletesen osztottuk el a hajléktalan kollégákat, tehát ebbe a csoportba résztvevő kollégákat, pont azért, hogy ne egy szegregált brigád legyen, akik csak belőlük áll, hanem integrálódjanak a többi munkavállaló közé. A közfoglalkoztatásnál már ez nagyon bevált, tehát a közfoglalkoztatás is pontosan ugyanígy működött a Városgondnokságnál, ott is egységesen elosztva minden csoport, minden brigádnál dolgoztak a közfoglalkoztatottak is, és most ez a hajléktalan programban résztvevő kollégák is dolgoznak. Elsősorban jelenleg parkfenntartási segédmunkát végeznek, tehát kapálást, gazolást, ponyvát tartanak a fűnyírásnál, hogy az autókat, illetve az embereket ne veszélyeztessük az esetleges nagysebességgel kilövő kövektől. Utána viszont az első 3 hónap próbaidő után egy 3 hónapos parkfenntartó gondozó képzésben fognak részt venni, és utána már egy szakképzettséget fognak kapni a kollégák. Itt elsősorban utána már szakképzettséget igénylő munkákat is el fognak tudni látni, meccések, gondozások, a fáknak a gondozása, későbbiekben egy esetleg kisgépkezelői tanfolyamot is tudunk majd velük nekik ajánlani, és akkor már kisgépkezelőként is dolgozhatnak. Tehát ez mind-mind gyakorlatilag egy karrier lehetőség a Városgondnokságon belül. És egyelőre 18 ember, de a későbbiekben lehet, hogy duplája, akár triplája is. Így van, tehát ez egy induló program. Megnézzük, hogy ez a 20 fős program, ez ennek mik a tapasztalatai, és ennek alapján, illetve a meglátjuk, hogy mennyi jelentkező van még a városban, illetve a környéken, aki még szeretne ebbe csatlakozni, és ez alapján fogjuk tudni a kormányhivatallal további programok indításáról dönteni. Elég komoly probléma azért folyamatosan fenntörteni ezt a létszámot. Nehéz munkára alkalmas és munkára is hajlandó embereket találni, de erre van a programnak a mentora, aki folyamatosan azóta is keresi az újabb jelentkezőket, hogy ezt a 20 fős létszámot folyamatosan tartani tudjuk. Tehát egyelőre ennek a programnak a fenntartását, 2020-ig való elvégzését tűztük ki célul, és utána pedig levonva a tapasztalatokat tudjuk eldönteni, hogy ezt folytassuk a programot bármilyen változással, hogyan tudunk jövőben együttműködni. Korábban a közfoglalkoztatás keretében mintegy 600 ember fordult meg a Városgondnokságon, akik közül ma több mint 100-an főállású dolgozója cégnek. A Fejér megyei kormányhivatal összesen 107 millió forintnyi támogatást tudott nyújtani a pénzügyminisztérium által biztosított hazai forrásból a hajléktalanok segítésére. Egy olyan réteget, olyan célcsoportot céloztunk meg közösen a Városgondnoksággal, ami lehetővé teszi azt, hogy megmutassuk szakmailag, hogy olyan állampolgárok, akik több éve nem dolgoztak, nem tudják már, hogy mi az a munkavilága, mi az emberek között dolgozni, hogy felkészíteni őket, hogy ismét visszalépjenek a nyílt munkaerőpiacra, a munkavilágába. Ezért gondoltuk, hogy próbáljuk meg, csináljuk meg, ezért is állítottuk össze ezt a programot. És ugye több elemből áll ez a program. Igen, ez a program 3 elemből áll tulajdonképpen. Egy motivációs tréningből, képzésből, illetve támogatott foglalkoztatásból. A motivációs tréningre azért volt és lesz szükség, mert, mint ahogy az előbb is említettem, egy olyan célcsoportról van szó, akik nem tudják már, mi az felkelni, mi az felöltözni, tisztálkodni, és megjelenni egy munkahelyen, munkakezdéskor, és ott munkát végezni. A képzés azért fontos, mert egy plusz képesítést fognak kapni ezek az emberek. A támogatott foglalkoztatás meg azért fontos, hogy ezek az emberek ott legyenek, a munkáltatónak költségei vannak, a munkavállalók foglalkoztatásával ehhez mi, mint kormányhivatal járulunk hozzá. Az első tapasztalatok pozitívak, a résztvevők lelkesek, motiváltak. A kezdeti 20 főből 18 még mindig dolgozik. Ezekkel az emberekkel mentor foglalkozik, hogy a mindennapi konfliktusokat, problémákat könnyebben kezeljék. Elsősorban a legfontosabb, hogy a lelki dolgok, amik előjönnek így menet közben, azokat oldjuk meg, és plusz
Igazából minden, ami az életvitellel kapcsolatos, az is hozzám tartozik, tehát segítem őket akár ruházkodásban, akár a tisztálkodásban, és a program végére nagyon szeretnénk, hogyha ezek az emberek eljutnának arra a szintre, hogy már ne hajléktalan szállóról járjanak be dolgozni, hanem saját lakásból. Mik egyébként a leggyakrabban előforduló lelki problémák? Az a nehéz náluk, ugye, hogy annyira beleszoktak ebbe a létformába, hogy nehéz visszaszokni a munkavilágába és ebbe a rendszerességbe, hogy minden nap föl kell kelni, minden nap meg kell jelenni, és ezekkel küzdünk erőteljesen. Lelki problémák igazából ugye azok is családhiánya, akkor a munkatársakkal való kapcsolatoknál is vannak néha fennakadások. Az egymás közötti kapcsolatokra is figyelni kell, hogy ne legyenek bántások, odafigyeljenek egymásra, segítsék egymást. Ilyesmi problémák szoktak jelentkezni. Beszéljünk a pozitív oldaláról is, hiszen biztos, hogy vannak pozitív visszajelzések. Igen, pont tegnap tartottam tréninget nekik, és az volt a meglepő, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat itt a munkahelyen. Mondták, hogy nagyon jó a kapcsolat a főnökséggel, a csoportvezetőkkel, és igazából úgy érzik, hogy teljesen jól beilleszkedtek a régi munkatársak közé, semmiféle fennakadás nincs már közöttük, és egymás között is nagyon jó a kapcsolat. Milyen gyakran kell nekik tréningekre járni? Mióta munkába álltak, igazából nem kell sűrűn tréningre járniuk, de havi egyszer összeülünk, és akkor a felmerülő problémákat, jó dolgokat, pozitív dolgokat, és minden olyan történést, ami megosztható a többiekkel, ezeket átbeszéljük, és ha olyan probléma van, akkor pedig igyekszünk rá megoldást is találni. A programban nők és férfiak is részt vesznek, és mindannyian 8 órás munkavállalók, és bár szakképzettséget nem igénylő munkakörben vannak, ennek ellenére a minimálbérnél magasabb a juttatásuk. Kafetériát is kapnak a hajléktalan munkavállalók, ugyan esetükben a Városgondnokságnál alkalmazott általános sztendertől picit eltérően, mivel számukra reggelente élelmiszercsomagot adnak, amivel az aznapi étkezésüket biztosítják. A Városgondnokság egyébként folyamatosan várja a jelentkezőket, hogy az esetleges felszabaduló helyeket be tudják tölteni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!